Na sziasztok, itt vagyunk ismét a tündér családunk életébe. Ugye az előző részben Tiffany kismama lett, most vele nem foglalkozunk, és megígértem, hogy elviszem őket, elviszem őket erre a fesztiválra, elmegyünk erre a fesztiválra mind a kettőjükkel. Egy romantikus fesztiválra fogjuk elmenni. Nyilván jön Teó is. Vele romantikázunk, úgyhogy ezt most abba hagyja mindenki, abba hagy mindent, közben ő is abba hagyja, és elmegyünk. Na szóval akkor megérkeztünk el a romantikus fesztiválra, de egyébként nem is értem, hogy Tavaszi Fanni miért ebbe a ruhába jött. Én szívem szerint átöltöztetném valami elegánsosabb ruhába. Hát nem sok elegánsos ruhája van. Nem tudom most éppen hova megy, valahova megy, valakit néz. Azt tudom, hogy ha ebből iszunk, akkor játszanunk kell valamit, úgyhogy akkor benne leszünk valami játékba. Akkor Teó, te hol vagy egyébként? Te merre vagy? Te is itt vagy. Jó, hát akkor figyelj, akkor Teó, szerintem ugye Tiffany ezt iszik ebből, és van általában egy másik színű is, mindjárt nem tudom, vagy itt ilyenkor nincsen, ez másikban van. Ezt nem tudod begyűjteni? Na, te menjél, tudod mit, te addig mennyit dolgozzál? Tiffany itt el van, szórakozik, te meg dolgozzál. Ja igen, neki kell egy barátot szereznünk. Utána ide jössz beszélgetni. Jaj, itt egy hallányunk. Haha, nézzétek van. Itt egy hallány. Ó, de jó. Hát ez szuper. Ez szuper. Annyira, nem tudom, mennyire tudom ezt fölvinni. Szerintem nagyon jól sikerült, na mindegy. Jó, figyelj, te barátkozzál, Tiffany, ő nem tudom éppen jelenleg mit csinál. Ő is, te is barát, na, nagyon jó, ezzel a sellő lány nagyszerű. Ennél jobbat. Beszélgess vele. Pont egymás mellett vagytok. Mit isztok egyébként? Most komolyan. Nézzétek már, ennél közel nem tudok menni. De jó, valamit isznak. Jó, akkor te beszélgess fel. Magadtól, tehát nem tudtok beszélgetni? Hát tudom, hogy valami klubba jár, mesél egy hihetetlen történetet. Megszólja majd a rózsaszirmokkal, hát azon nagyon fog kacagni egyébként. Jó, beszéljen erről. Jó, közben Tiffanyt is akarom, mert Tiffany sem igazán akar beszélgetni. Nem tudom egyébként, ez az interakcióról szól. Tehát arról szól az egész, osszol meg nagy híreket. Akkor... sőt, várjál, beszéljen az érdeklődési köréről. Az is lehet, hogy picit később jöttünk, mint ahogy kellett volna. Attól félek, hogy mindjárt elkezdenek eltünedezni a dolgok. Erről is beszéljem. Mert közben kezd esteledni szerint. Ó, nagyon meleg van, tehát kezd esteledni. Ugye közben ezt is kell, már most ugye nekünk elég lesz. Jó, akkor közben vele is. Érdekes, hogy kényelmetlenül érzi magát, de nem tudom miért. Ismerje meg. Valahogy barátkozzunk már össze, mert kell Teónak egy barát, mert nem tud beszélgetni. Kérdezze a karrierjéről.
hát azt nem. Hát nem is tudom. Érdeklődési köréről szerintem az az mindenki. Azt akartam nézni, hogy tehát mindenkinek jó. Azt akartam, menj űrhajós küldetésre. Hát mennék én űrhajós küldetésre, de hogy menjek? Gyere, vegyél egy pólót magadnak. Tessék. Megteheted, vegyél egyet. Még beszélgess, barátkozz el ezzel a hölgyel, mert legalább lenne egy barátnőd. És te már így meg is vetted? Mitől vagy piros egyébként? Nagyon mérges. Mit? Ja, hogy azt hiszi, hogy a házastársa flörtöl. Ó, hát, na várjatok. Várjatok, hát ez így. Ja, hát igen. Jaj, elfelejtettem, hogy ez egy... Fuha. Na jó. Öntsd le itallal. Menj oda és öntsd le. Hát, azért van ez a sorozat, meg azért van ez egész, hogy egy kicsit... Hogy is mondjam? Adjunk neki! Na, a megszokott dolgokat, most persze, most szépen oda megy! Hú, de mérges! Hú, ebből nagy sztori lesz! Jól van. Azt meg tudom csinálni, hogy fogom és elvitettem a... Jaj, várjál neki, menjen dolgozni. Neki dolgoznia kell menni, elfele... Nem néztük, hogy dolgoznia kell menni? Nekem melege van. Neki 8 óra múlva kezdődik. Ja, csak hogy... De neki nem kell menni dolgoznia. De jó. Tudod mit, valahogy akkor békéljetek ki, nem tudom, hogy hova mész jelenleg. Menjél dolgozni, mert... Jobb is, jobb, szentebb a béke. De neked most egyébként elég jó lesz. És ha már itt vagyunk, ugye akkor... Vásároljunk. Vásároljunk. Vegyél valamit. Jaj, nem szeretem ezt a város gyerekek, komolyan. Jó, azt tegyünk egy ételt, rendelj egy ételt. Na, az jó lesz, a nigiri jó lesz. Ja, hogy igen, hogy rendeljünk ki. Jaj, nincs sok pénzünk. Romantikusat majd, hogyha akarunk, egy ilyen romantikus tűzijátékot. Hát most ennyi elég, nem kell több. Nem kell, nem szeretném elcsesznénk a pénzünket. Tehát köszönjük a vásárlást, tavaszi rendelt, vagy vett valamit, persze, hát mi is köszönjük. Egy... Mit szeretnél? Egyébként az ott eszembe, hogy mi lenne, de most nagyon komolyan, hogyha elvinnénk egy vámpírt a nyereszt. Most nyilván megvárjuk, amíg megszületik a gyerek. Egy kicsit feljebb nő, és mi lenne, hogyha magát, Tiffanyt elvinnénk egy vámpírt a nyere, megismertetnénk egy vámpírra, akár meg is haraptathatnánk egy vámpírra. És vámpira, és akkor meglátnánk, hogy egyáltalán történik-e valami. Tehát, hogy akkor átváltozik-e tündéről vámpirá. Mert az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha a tündér családot elkezdeném vámpirá változtatni. Na jó, tündér család, oké, szeretjük, én is nagyon szeretem. De azért gondoltuk be, egy idő után unalmassá válik, nem? Itt egy rendőr. Jó, Istenem.
Melege van, nagyon melege van szegénynek. Tudod mit? Én azt gondoltam, hogy... Yes, még azt meg akarom nézni, hogy van itt valami. Például ilyen, hogy leszedni való gyümölcs, vagy zöldség. Hát nincsen. Ugye ide be tudunk menni. Jó, akkor tudod mit? Akkor szerintem... Tessék. Tessék. Itt egy vámpír. Tessék, be fogunk ide jönni. Meg is van, kivel fogunk barátkozni. Össze fogunk barátkozni egy vámpírral. És amikor megszületik a baba, akkor valamikor egyszer, amikor úgy gondolom, akkor egyszerűen vámpírrá fogom változtatni. Aztán szépen meglátjuk, hogy ez hogy fog történni. Azt muszáj megenned, mert kis csillag, mert muszáj, mert különben... Így van, így már most akkor egy recepttel többet fogsz tudni. Menj már! Na. És nézzétek meg, most már így megy. Tehát eddig láttátok? Nem. Futott egyszer, kétszer. Nagyon jó. Hi. Na, legalább megismert valakit, mert úgyis ezt szeretett volna már. Valakivel már ismerkedni szeretett volna. Nagyon jó. Azt mondja, hogy... szerintem most ne rendeljen egy italt, most legyen egy kicsit beszélgessen. Nem tudom, megint... Látjátok, bejövök a városba, és így elkezd akadozni, tehát... úgy látom, mindennek megvan a maga hibája. Na szóval akkor kérdezzük meg a karrierjét. Na, szörnyű volt. Igen, a Teónak volt szörnyű. Barátságos. Nem tudjuk a vámpíros... Na, kérdezzük a vámpíros dolgokról. El kell menni a mosdóba. El kell menni a mosdóba, nem is figyeltem. Várjátok csak. Majd mindjárt... Várjátok. Szerintem most pont oda megy. Igen. Ez a rossz egyébként, ezért nem is akarom, hogy túl sokáig legyenek. És látjátok, szórakoznia kell. Tehát nem, ezért nem akarom, hogy sokáig legyen tündér, mert nem bírom. Tehát egyszerűen ez a mód... Itt a mosdó! Ne! Kérlek, ne! 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 Dobja fel, vagy nem tudom, valamit... Jaj, ne! De jó! Jó, hát így... Így most mit csinálják veled? Így most... Jó van, tudod mit? Menj haza! Menj haza! Mert ez így nem... Nem állapot. Hú, éhes. Szórakozás. Van itt minden, kérem szépen. De... Hát ez már csak ilyen. Mint mondottam, nem akarom állandóan a... Na.
Ezt láttátok? Ez komolyan. Ez vajas, vajas. Ezt nem hiszem el, ez jól van. Jó, Istenem. Jó, ez a sakktáblát csak kiveszem, mert egyszerűen engem annyira idegesít. Én nem akarok ott mi sakkozni, hát semmire sem lesz ide, de komolyan, tényleg állandóan szükségeteivel kell foglalkozni. Úgyhogy nem tudom, a tündércsalád, nyilván tündércsalád lesz, de lehet, hogy a tündérből vámpírá fogom őket tényleg változtatni, mert ez egyszerűen, szerintem még a vámpíroknak a szükségetei sem mennek olyan gyorsan le, mint a tündéreké. Nyilván azért, mert közben nézzél tévét, nehogy nekem oda üljél, nézzél tévét. Tiffany jelenleg dolgozni van, szegény gondolom, ő is, húha. Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a csaláskódot fogom. Csak feltöltjük a szükségleteiket. Jó, akkor szívünk tehát akkor eljött és csinálja magától a dolgát. Egy kicsit följebb vittük a szükségleteit. Én nagyon szeretném, ha ezt megépíteném. Már nem sok van egyébként. Igen, ezt láttam, és hár, de jó üzemanyagtáró tartályt. Egyre jobbak vagyunk, egyre jobbak. Meg is nézem egyébként, hogy a jártas, hogy a munka szempontjából ki is pipáltuk a rakétatudomány jártasságot, úgyhogy az nagyon jó. Akkor két óra múlva kell mennie. Két óra múlva kell mennie neki. Na, Tiffany, te inkább egyél. Meg te, ó, menjél dolgozni. Jó. Már nagyon sokszor gondolkoztam, hogy egy tényleg valamit ide fog most már tenni, mert állandóan ez a szórakozás, hogy ez ezerrel megy le. Tehát ezerrel megy le. Jó, takarítsd el. Szóval az jutott eszembe, hogy neki a legjobb szórakozás ugye a kertészkedés, ami azt jelenti, hogy el kell menjünk kertészkedni. Ugye megnézzük, hogy hogy állítanak a növényeink. Egy kicsit följebb viszem mindjárt. Ugye, menjünk ide. Hát remélem nem lesz baja, megcsípik. Adj el a mészt is. Megnézzük, hogy egyáltalán kell-e valamit csinálnunk. Mondjuk kutassunk. Ő micsoda? Krizantén. Petrezselyem. Na, hát valamit kutassál. Szegény. Orvos bizalmas. Egyébként most előléptettek minket, nem? Mondjuk ezután leszünk tanuló nővérek. Ígérem, a legközelebbi részben el fogunk menni vele dolgozni. Igen, és megcsíptek! Igen, szegény! Na és most erre vagyok kíváncsi, hogyha kutatja, akkor... Igen, nézzétek meg is, mint hogyha följebb menne. Ezért, mert ezt a múltkor is észrevettem, hogyha kutatja a növényeket, akkor följebb megy. Ő micsoda a zsálya bokor. Őt is kutasson. Sőt, beszéljen is hozzá. Igen, egyébként ez a Sims 3-ra is igaz, hogy ott is ugye a tündérek nagyon értenek a növényekhez. És láttátok, most nem tudom, mennyire figyeltétek föl, felment egy darabig, és így visszaesik. Szóval ezt nem értem egyébként, hogy ezt miért nem tudják megcsinálni. Oké, hogy benne vannak módok, egyedi tartalmak, ezt én értem. De hogy ezt nem tudják megcsinálni, na mindegy. És hát persze megint éhes. Csak kismama, tehát elméletek csak kismama, meg gyakorlatilag is. Főzzünk valamit.
Ingyenc ételt tudunk most már főzni. Joghurtos karpit. Mi az, amit még nem főztünk? A hasonlát. Hasonlát a kismamának. Ugye van mézünk. Szemgolyókat is tudunk csinálni. Azért elég sok mindent tudunk már csinálni. Na jó, mindegy, majd legközelebb csinálunk. Most hadd egyem. Igen, tehát ugye, amikor az évszakokkal bejött ez a kutatás, akkor a telefonba meg tudjuk nézni a jegyzett füzetbe, hogy mit kutattunk a krizanténnal kapcsolatban. Igen, tehát a krizantént, hogyha a tulipánnal kraftoljuk, akkor látjátok, hogy valamilyen paradicsom madár fog történni, vagy lenni. Ugye, hogyha a zsáját, akkor igazából nem tudom. Éppen. És nézzétek meg, a kép átváltozott, nincsenek szárnyak, viszont a hasát mutatja. Most az jutott eszembe, szavasz, szórakozás, hát persze, hát mi más. Na gyere. Mi lenne most neveznél be egy versenyre? Játszon. Belépés. Megéri. Nekünk megéri. Osztom meg kreatív ötleteket. Aj, nem lett valami... Na, valami ilyesmi. Öleld meg. Ez jó lesz. Na. Nézzük, mit játszik. Megvárjuk ennek a végét, hogy sikerül. És utána, és megy is fel a szórakozásra szerencsére. És akkor utána megnézzük, hogy blokkrohamot játszik. És akkor utána azt gondolom, hogy ennek a résznek itt lesz vége. A következő résznél pedig megvárjuk, hogy megszülessen a baba. Sajnos nem nyertünk. Nem baj, akkor tudom, mit akkor... Várjál, nézzük meg. Igen, aludjál. Hát, nem baj. Majd legközelebb. Ugye közben Tiffany fölkelt a szokásos mostójába. Hát igen, aki ezen túl van. Jaj. Léci. Én tudom, hogy nagyon jó az a kép, de... De Léci, szeretnék más képet, mert... Na, ezt a képet, igen, ezt a képet szeret. Ez nagyon jó. És itt büszülök a tányér. Mondtam, láttátok? Mondtam, hogy itt ide rakta. Tudtam. Tudtam. Egyébként nézzétek meg, hogy most már gyarapszik a pénzünk, 4000 pénzünk van, 4064 szimoleonunk van. Ezt azért is fogjuk meghagyni, mert lesz egy kisbabánk, aki már is teszek neki egy kisbaba ágyat, hogy oda tegye, ahova én gondolom, nem pedig ahova ő. Tehát betettem egy bölcsöt, és ide szeretném. Tehát jó, szerintem most egyenre itt hagyjuk abba. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és várlak titeket a következő részben. Bármi ötlet, javaslat van, nagyon-nagyon-nagyon szívesen várom. Én is böngészem a netet, hogy minél jobb és minél látványosabb színszert tudjak nektek adni. Ne csak a külföldi csatornákon menjen ezek, hanem igenis a magyaron. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!